Na szevasztok srácok, én Bazsi vagyok, és itt vagyunk egy vadonat új karriermód kezdetével. Valószínűleg tudjátok már, hogy miről van szó, ugyanis hát láttátok a címet. Viszont sikerült betennem a magyar bajnokságot a játékba, és ennek rohadtul örülök, és köszönöm szépen a segítséget, elnézést, de már nem tudom a nevét, hogy kinek. Viszont volt egy szavazás Facebookon, kb. Volt 30 percetek arra, hogy eldöntsétek, hogy kivel legyünk, és többségi szavazattal a Mezőkövest csapata nyert, úgymond, úgyhogy átvesszük a Mezőkövest irányítását. 1.100.000, az nem is kevés pénz. Na, abból lesz igazolás. World class legyen mondjuk, hát legyen 5. Jó, azért inkább euró. Nem töltünk le szerintem semmit, vagy nem tudom, mindegy. Így jó is lesz nekünk. És akkor nézzük a nevet. Ez a lassúság, ez szintén megint csak azért van, mert rossz helyen van a billentyűzet, de ezt már meg tudtuk szokni, amúgy pedig valószínű itt Pollandnál kell keresni a dolgokat, de mi most magyarok leszünk megint. Nekem ez itt teljesen jó. Azt kell, hogy mondjam, Mezőkövesd, Ponder, New Boss, Simon, biztos, oké, én se értem. Pedig azért 10 évig tanultam angolt, de nem értem. Mindegy, leszarjuk. Na. Mi lesz ez? RT, NB, 1, csak így gyorsan. Igazából tök mindegy, hogy mi a neve. És még kaphatunk egy misi 500-at, ami azért nem egy rossz pénz. Figyelj, részt veszünk. Én azt mondom, hogy részt fogunk venni. Ja. Na, itt van a csapatunk. Bajzát, Peti. Nem szabad sérültnek lenni, testvérem. European International Cup, oké. Okay. Jó, legjobb 16. Ez nem érdekel, igen, kapus kéne. Jó, ez nem érdekel. Bajzát Peti még sajnos akkor nem játszhat. Na jó, meg kéne nyerni a bajnokságot, azzal nem lesz probléma szerintem annyira. Viszont lehet, hogy sokatok majd észre fogja venni, és ezért kapok is majd hideget, meleget, hogy sok pécsi játékos lesz a csapatban valószínűleg. De hát én pécsi vagyok, és nagyon bassza a csőrömet az, hogy nem kaptunk licenszet. Úgyhogy a maradék pécsi játékosokat szerintem úgy be fogom nagyjából gyűjtögetni szépen. Természetesen nem az egész pécsi csapatot, de egy párat. Mondjuk itt van nekünk már Bajzát Peti, akinek örülök is, hogy itt van. Annak viszont rohadtul nem örülök, hogy ilyen kevés játékosunk van. Miért van nekünk ilyen kurva kevés játékosunk? Már elnézést. Jó. Megoldjuk egyszer. Harsányi Levente. Nem, az a műsorvezető, várjál. Azt se tudom, hogy kell megnézni. Ha mindegy, majd megtanuljuk itt a neveket. Sajnos a Bajzát Peti akkor most pihen. Szeles. Minek van itt? Biztos azért, mert nincsen középpályás. De van, Hegedűs. Tiszta jó. Dvorsák. Játszottam egy mérkőzést. A karriermód kezdete előtt, tehát vele sikeresen lőttem egy öngolt. Jó benyomás itt az elején. Nem, amúgy nincsen vele probléma. Viszont akkor így egy fótyig bejön középre, Nagy pedig kimegy a szélre. Polényi. 56-os, hát tudja a tököm, majd meglátjuk. Szeles mennyire tud gyorsan futni, várjál, nem erre kell menni. Hát egyáltalán nem. Jó. Akkor majd az ő helyére veszünk valószínű játékost, hát a Dvorsák se tud annyira nagyon futni. Rácot meg azért nem nagyon szeretném így betenni szélső védőbe. De mindegy, majd várjál, picit. Megnézzük, hogy jó helyen vannak a játékosok, csak annyi. Jó, Tóth. Te ilyen fiatal vagy, 19 éves, beszarsz rajta. Jó. Jó lesz így egy kezdő csapatnak, viszont egyetlen egy darab külföldi igazolás lesz, az is csak fanból, ugyanis
nagy kedvencem lett mostanság, Adebayo Akinfenwa, a Beast, úgyhogy szerintem őt így megnézzük. Akinfenwa, 33 éves, levezetni jó lesz majd talán. Nem fog levezetni nálunk akkor. Visszavonul. Oké. Okay. Akkor viszont nézzünk kapust, és mondjuk azt, hogy Gőce. Várjál, azt hosszú ővel kell írni, csak olyat nem tudunk mi. Aha. Akkor viszont keressünk rá. Hungary. League. Logikusan a Mercantil Bank ligában keressük. Azt hiszem... Fú, ajka, kapus, nem tudom. Megnézzük. Itt van Gőce Gergő. Nagyon jó. Azért tudok. Jó. Így addoljuk ide a shortlistre. Nem is véd szerintem annyira szarul. Hát meg majd 25 éves, úgyhogy még tudjuk is majd fejleszteni. Aztán milyen posztra kell nekünk még játékos? Kéne szélső védő. Ezt itt megnézzük. Bédi. Hát te szar vagy már, bocsánat. Remélem nem nézed. Nem hiszem. Ezek kik ezek? Ivancsics Gellért. Életemben nem hallottam a nevét. Egerszegi Tamásról viszont egy kicsit azért többet hallottam. Király Patrik, Jézusom, Chávez, ez ki a tököm. Menjem a tökömbe. Nekem ide magyar játékos kell. Bori Gábor nem egy rossz játékos, csak már úgy öregedő félbe van, viszont gyors. Hát az a befejezés, testvérem. Jovanovics, 29-28. Aha. Ő se lesz túl jó. Meg itt a befejezés Egerszeginél, hát legszarabb, de mindegy. Megnézzük a dolgokat. És akkor keressünk mondjuk defenzív játékost, right back-et. Hát mondjuk azért nem ártana, hogyha magyar lenne. Mégiscsak Magyarországon vagyunk. Aztán majd természetesen, hogyha már akkora nagy királyok leszünk, akkor lehetséges az is, hogy külföldi játékosokat szerződtetünk. Várjál, Mercantil Bank Liga, OTP-t megnézzük azért. Hát ha. Botka Endre nem egy rossz játékos. Perjesi, Heffler, Lázár, Pali. Aha. Most ugye jó lenne tudni, hogy nagyjából milyen szinten vannak a játékosok, de hát nincsen sok belőlük szerintem. Egy Por Patrik az mindenképpen jó. Valószínűleg. A Gyakadémiából nem veszünk játékost. Molnár Sándor, hát nem tudom. Nem vagyok. Balogh Zsolt. Legjobb, 36 éves, valószínű már futni se tud. Na mindegy, akkor nézzük meg a másodosztályt, hát ha itt egy kicsit több olyan játékos van. Fazekas Géza. Jó van. Lattenstein. Jézusom, ezek a nevek. Magyarós József. Hát igen, 36 éves. Viszont gyorsan fut a srác. Na. Olá Gergő az énekes. Amúgy nem, de majdnem. Ezek a rossz viccek, ezeket hagyjuk szerintem, mert mindenki hülyének fog nézni. Vermes Krisztián egy jó játékos. Úgyhogy őt meg fogjuk nézni. Szolnokból, hát ha meg tudjuk szerezni. Na mindegy. Akkor ki kell még? Mindenféleképpen kell védő szerintem, vagyis hát annyira nem. Mert az most pont van annyi, mint a szar. Mi az a RAM? Azon kívül, ami a gépben van. RAM. Hát gondolom... Jobb támadó középpályás? Nem jó ez. Miért van RAM? Ez valami bug szerintem, de mindegy. Kapus mindenképpen kell. Arra a posztra ugye ki is néztük magunknak Gőce Gergőt. Azon nincs is probléma. Csatárt kéne nézni. Miért erre megyek? Erre kéne. Így jó is lesz. Andorka Péter, jó.
Julian Bartos. És ez magyar? Bartos, bocsánat. Érdekes, hogy magyar, de hát akkor legyen magyar, és fiatal is jó. 64-es, de... Fél, vegyük meg. Hát ha. Na jó, ne vegyük meg, de érdeklődjünk. Délce Gergő, őt ismerjük. Grécit is ismerjük. Hamar Ádám. Koller Krisztián. Nagyon jó, csak az a baj, hogy idősödő félben van. Pécsi gólvágó. Lovrencsics Balázs. Aha. Amúgy majd lehet, hogy az úgymond nagy magyarokat visszahozzuk, talán, nem biztos, de akár erre is lehet egy kicsi esély majd, hogyha esetleg följutunk. Simon Andris. Lassú, de lassú nagyon. Simon Attila, aha. Tomasszú, ja, majdnem 60-at néztem. De 36 évesen hogy fut az ember? És magyar? Az lehetetlen. Lehet, hogy honosítottuk, de biztos, hogy nem magyar. Szóval 36 éves, rohadtul olcsó, és rohadjak meg nagyon jó. Na, ez az ember kell. A nevét nem fogom tudni kimondani, de kell ez az ember. Nézzünk azért egy OTP bankligát. Balog Norbi ilyenkor még nem ment el a Palermóba. Mindenkinek amúgy lejár a szerződés egy éven belül. Na, viszont az jó. Horváth Zsolti, Doktor Bá, jöjjön. Volt pécsi játékos ő is. Igaz, hogy 30 éves, de akkor is egy nagyon jó játékos. A Frölik is jöhet. Megnézzük, hogy milyen. Gera Dani. Na azért itt már kicsit több olyan játékos van, akit ismerünk. Kabát Petti egy abszolút legenda, de vissza fog vonulni, meg a Kenesei is valószínűleg így is van. Tehát akkor őket kihagyjuk. Lencse. Gyerekek. Nyéki Márk, 16 éves. Ismerek egy Nyéki Márkot, de nem hiszem, hogy ő az. Na mindegy, őt nem vesszük meg, mert nem vesszük meg. Rudolf Gergely. Fú, gyerekek, van itt minden. Tisler is. Torgelle Sanyi. A mi Sanyi, a visszavonul, ne vonulj vissza, Sanyi. Miért vonulsz vissza? Itt van amúgy a két ittas vezetőnk. Ha jól tudom, aztán nem biztos. De mindegy. Nem az én dolgom ez. Jó, szerintem ennyi elég lesz most. Biztos, megnézzük a csapatot, ismerkedünk egy kicsit a nevekkel. Dombó Dávid, 52-es, 52-es, 22 éves és 54-es. Jó, vannak itt. A Devecseri az egy abszolút legenda, tehát az a gól az szép volt. Jó, nem csesztetjük, de akkor is az szép volt. Vannak olyan nevek, akiket életemben nem hallottam. Harsányi Zoltán, 61-es. Annyira nem is rossz. Miért lassúak ennyire a csatárak? Az a Suvoni vagy kicsoda, ez jó lesz nekünk szerintem amúgy. Na, viszont Máté János, a CK, az úgy eléggé jónak tűnik. Jó, Engel Alex. Az se 100% magyar szerintem. Bajzát Peti 71-es futása van, 34 évesen. Az nem rossz, viszont 7 hétig még sérült. Rácz Feri, ő is még eléggé gyenge, de majd fejlesztjük. Viszont nem tudom, figyelj, megpróbáljuk azt. Kolumbiából minek hozó nekem itt izékat? Kik ezek a négerek? Kajak viccelsz velem, testvérem? FIFA kiküld ilyen emberek kérizét Magyarországra, Kolumbiából, hagyjuk már. Nem füvet termeszteni kell jönni. Na, egy edzést
nem tudunk benyomni, mert meccsnap van. Az Ascolit megnézzük, hogy meg tudjuk-e verni. És akkor... Jó, kezdjük, a Harsányi egyből betalált. Nincsenek cserék? Ja, de van három, bocs. Na, figyelj, hogyha ezt megtartjuk, akkor jó lesz. Mert ahogy néztem, az Ascoli talán a legerősebb ellenfelünk a csoportban. És azért olasz másodosztály meg magyar másodosztály között szerintem azért van különbség. De hát ez az első perces gól, ez tetszik. Ez jó dolog. Főleg úgy, hogy meg is nyertük a meccset. Hát ez gyönyörű volt, Harsányi. Nagyon szépen köszönjük ezt a találatot neked. Na most jön az edzés. Mindenféleképpen Tótot edzük, ugyanis miért ne edzenénk. Várj, valami hardot nyomjunk neki, mert azért na. Aztán itt ki a fiatal? Senki. Jó, egy széles mondjuk. Ő amúgy full fiatalnak is látszik. Megtanítjuk focizni a srácokat, nem mintha nem tudnának, de... De rámegyünk a biztosra, meg a Dombót is edzük mondjuk, mert azért nem árt. Hogyha ő is fejlődik szerintem. Miért csak három játékos tettünk eddig be? Az a ball control. Ez jó lesz. És akkor... Én meg esküszöm, a Bajzátot betenném, de nem tesszük már be. Devecseri még egész fiatal. Ő jó lesz itt. Na nézzünk egy edzést, srácok. Ebben a részben természetesen nem lesz mérkőzés. Viszont Máté már egyből fejlődött, úgyhogy ez nagyon jó. Jó kezdtük. Na. Szent Pácz, vagy micsoda. Nagyon tudom ám. Hát őket mindenféleképpen meg kéne verni. Őket eléggé meg kéne verni. 1-1, az se rossz. Máté talált be 21. percben. 11-esből. Ez annyira nem a legjobb eredmény, de... De jó lesz ez nekünk. Újabb edzés. Azért ott lehetnek majd fejlődések elég keményen. Hát annyira nem sikerült jól, de... Tót eléggé... Megtóta. Oké, na nézzük. Suvoni. Sovunmi. Elnézést, ha rosszul mondom. És erős, és gyors, és öreg, és olcsó. Hihetetlen. Csodálatos. Várjál, inkább megnézzük így. Vermes Krisztián, 64-es ő is. Szolnokról. Viszont ő már egy kicsit öregebb. Öregebb, hülye vagyok, drágább, elnézést. Őt is megnézzük, hogy mennyit kérnek érte. A Gőce Gergő 62-es, azt hiszem 63-as, na. És 300-at kérnek érte, őt is megkérdezzük, hogy mennyiért adnák. Magyarországról jött jelentés, hülye gyerek. Nem kell itt Bolívia. Fűtermesztést nem vállalunk. For Patrick, a Hazardot azt vigyük innen a retekbe. Kemenes, ő egy jó kapus. Dombi Tibi nem vonul vissza, de. Akkor minek tetted ide? A Kemenes most még nem. Vladán Csukics, ő is visszavonul tutira, azért mondom. Koman, a labdaosztó, Hevesi Tóth, ő kicsoda. Annyira nem néz ki jónak. Nagy Gergely. Hülye vagy? Hát ő rohadt jó. Jézusom! Miért ilyen jó ez a csávó? Ennek valami problémái lesznek, tuti rá, de biztos, hogy jó játékos. Ilyen 67 körüli. 100%, hogy rohadt drága. Ha 400 ezer, viszont Sovunmi. Fogalmam sincs, hogy hogyan kell mondani. Figyelj, először megpróbálunk egy 60 ezret. Aztán, ha elfogadják, akkor örülünk. Hogyha nem fogadják el, akkor meg természetesen annyira nem örülünk. De akkor kifizetjük nekik a 90 ezret, tehát ezzel nem lesz probléma. Hát igen, a Gőce Gergő egy kicsit drágább. Jó. Molnár Gabi szeretne játszani. Devecseri. Játszanod kell. Muszáj játszanod, mert tovább kéne jutnunk.
Mondjuk így, Tóth a gólszerző. Csodálatos. 1-0 tovább jutottunk a csoportból, és ez azt jelenti, hogy az angol negyedosztályú Barnett csapata ellen fogunk játszani. Kolumbia! Minek? Hozzák ide a... Na jó van, nem fűtermesztőzünk. Jó, mindenféleképpen kérik azt a 90 ezret. Akkor kapják meg. Most ezzel nincsen semmi probléma. 90 ezer ide vagy oda. Ez nem sok. Téged 400 ezret kaptunk, az tök jó. Egy Gőce Gergőt azért megpróbálunk egy ilyen, hát 350-ért talán. Hát, hogyha elfogadják. Örülnék neki amúgy rohadtul. Mert azért az nem lenne túl jó, vagy rossz, vagy... Na jó van, nem lenne rossz. Ez az! Máté! Nagyon jó, és büntetőkbe továbbítottunk. Csodálatos. Ott vagyunk a döntőbe. Az Ascoli ellen, akiket már megvertünk amúgy. Press conference mindenféleképpen legyen. Mert miért ne lenne, 550 ezret így is kaptunk, ami azért már megint eléggé jól kisegít minket. Hát energia az nincs a csapatban nagyon, annyira nem vészes igazából. Nem mondom, hogy megnyerjük, de jó lenne. Igen, nem nagyon jött össze, viszont a Harsányi megint hamar gólt szerzett. Csak hát elfogyott a végére az energia. Na mindegy, nem probléma. Semmi probléma nincsen ezzel. Mi van? Többiek megsérültek? Vagy mi a tököm? Na. Szeles. Ő az előbb még 60-as volt, csesszétek meg. Jó van, most újból 60-as. Na mindegy. Kuit. Jó ez így nekünk. Ja, hogy ő Máté János így lement? Mi van? Pedig rohadt jó formában van. Na, ez érdekes. Oké. Okay. Nekem így is jó teljes mértékben, viszont a Bajzát Peti az még mindig sérült. Akkor ez egy olyan játék, hogyha jól játszanak a játékosok, már pedig jól játszanak, akkor nem fejlődnek, sőt, inkább rosszabbak is lesznek. Ki ez a Pedro Pacheco? Kit érdekel? Pap Máté. Márkvár Dávid fiam. Egy félisten. Egyszer hozta a mixemet. Azóta nem nyertem. Mondjuk akkor jó sokat nyertem. Jó, mondjuk annyira nem sokat, de 16 ezer azért az 16 ezer. Tehát az nem rossz annyira. 39 éves Csernyánszki, és még nem akar visszavonulni. Barta, Por, őket nézzük még, ha minden igaz. Így is van. Oké. Okay. Na, ez akkor nem kell. Gőcét ezt innen elpakoljuk. Téged is megpróbálunk mondjuk egy 250-ért talán. Hogyha esetleg. Aztán meglátjuk. Ugyanis szerződése nincs elvileg. Érdekes dolgok folynak itt, de... Na, várjál. Ezt most így gyorsan, mert most a Máté az most gebaszba van, de nagyon. Tehát őt föl kéne hozni megint jóra. Viszont az nem könnyű dolog. Érdekes, hogy 61-ről vagy 2-ről visszacsúszott 59-re, jó, mondjuk már 60-as, tehát az jó. De akkor is. Érdekes dolog. Nem tudom, valószínűleg ez hosszú lesz ez a videó, de rohadtul örülök, hogy sikerült betenni, már csak attól félek egyedül, hogy leszek olyan rohadt béna, és egyszer beállítom az online kereteket, és akkor már nem is lesz jó. Nagy Gergő az egyre szarabb lesz? Vagy mi van? Na mindegy. Na várjál. Ja, Gőce. 500-ot kérnek érte, viszont a Sovunmi az azt mondja, hogy jó. És 2600-ot kér. Hát figyelj, legyen. Ha gyors vagy, jól fejezed be a helyzeteket, akkor még akár lesz egy szezonod a... 1 millió 7?
Járni, barátom! Elmentél Pécsről, elszálltál. Bajok vannak. Na jó van, Gőcér, viszont az az 500 ezer az nem sok szerintem annyira, mert ő egy jó játékos. Tehát ő mindenféleképpen nekünk szerintem meg fogja érni a pénzét. És utána meg így is valószínű, hogy a dibuszt meg akarjuk venni. Tehát nem lesz ezzel nagy probléma, egy szezont viszont végigvéthet. Úgyhogy ez egy jó dolog. Kolumbia már megint. Jó, én már nem mondok semmit, mindjárt kikapcsolom. Viszont egy új igazolás, méghozzá 90 ezer euróért, ami igazából szinte ingyen volt, és egy egész jó játékos érkezett, méghozzá Sovunmi, aki egyből átveheti Máté helyét, aminek annyira nem örülök, de... Várjál. CF az azt jelenti, hogy igazából CAM-be is tudna játszani, de elvileg nem tud, de most fog tudni. Tehát én így megmagyarázom a dolgokat. Fog tudni és kész. 54-es dombót azt onnan nagyon-nagyon gyorsan el kéne távolítani a kispadra. De még a Gőcért nem sikerült olyan ajánlatot adnunk, ami úgymond tetszene. Ez nem kell nekünk, várjál. Őt visszahívjuk és ennyi? Ennyi szerintem. Oké, a többi az mehet tovább, tehát Magyarországon nyugodtan keresgélhetünk. Na, a Szolnok elfogadta, Ajka elfogadta, ennek örülünk, viszont jöttek új dolgok. A Nagy Gergő szerintem ilyen 7-800 ezeret fognak érte kérni. Frőrik, igen, Por Patrik, rohadtul jó. Ő is lesz biztos, hogy egy miska. Várjál, hülye vagyok már megint. Igen. Ja, Paks, azt hittem, hogy már megint Ajka, mert akkor mondom, már érdekes lesz, hogy fölvásároljuk az egész Ajkát, akkor kezdhettünk volna ott is egyből. De nem kezdtünk. A Balog Norbi 58-as, viszont akkor is kell nekünk játékos. Bódi Ádám. Kruc Peti. Sánta András. Életemben nem hallottam. Koman! A nagy labdárus, vigyázzunk vele, mert annyira nem megbízható, de akár jó játékos is lehet. Megnézzük minden esetre. Én azt mondom. Na, a Gőce Gergő az mindenféleképpen jó lenne, hogyha esetleg jönne a csapatunkba. Érdekes lesz, de leszarjuk ezt most, hogy mínuszba mentünk egy kicsit, majd átállítjuk. Mondjuk akár most is. Így. Hibátlan. Na, az edzést nézzük megint. Máté is fejlődhet végül is, tehát ezzel nem lesz probléma. Aztán majd egy idő után lecseréljük. Na, a Dombó. 55-ös. Oké. Okay. Máté viszont szépen fejlődik ott a passzokkal. A sárt azért, hogyha egy támadó középpályásnak szánt játékos tud passzolni. Ja, Vermest is meg kéne venni. 2 évre, Crucial First Team, hát nem tudom. 30 éves, viszont egy-két szezon még van benne is szerintem. Nagyot nem fogunk rajta bukni. Hasznunk se lesz rajta, de ez már más dolog. Grgic. Hát azért nem nagyon. Nagy Gábor. Hajdúcs. Vagy micsoda. Ez 35 éves ez a csávó? Na hagyjad már, viszont gyorsan fut. Hallod? Tiszta jó. Mehet szélső futónak. Na jó, annak nem, de mindegy. Kiskokó. Őt csak azért nem veszem meg, mert nem akarom. Ez egy jó indok, nem? Én úgy gondolom. Cseke, Nagy Gergő, vannak itt egész jó kis játékosok. De megmondom őszintén, annyira nem nagyon érdekelnek. Tehát itt most kialakítottunk egy dolgot, ami nekem itt tetszik. Ez a pár játékos akár szóba is jöhet. Ja, amúgy igen.
Balog Norbi 130 ezer. Ne hülyüljé velem, testvér. Ahhoz képest, hogy 5 millió volt az ára, vagy mennyi. Ahhoz képest, hogyha 100 ezerért megkapjuk, akkor annak örülni fogunk. Horváth Zsolti. Az viszont drága. Még nekünk talán egy kicsit. Bor Patrik is eléggé drága. Frölich nem kell. Nagy Gergely. 64-es, 21 éves. 600 ezer. Ha 600-ért megvesz, vagy meg tudjuk venni, akkor én azt mondom, hogy legyen inkább ő, mert akkor legyen inkább ő. Na várjunk, akkor a Vermes az mindenképpen jön. Tehát akkor már megvan a dolog itt. Akkor már nem kell nagyon vásárolni védőt, az egyszer egy jó dolog. Annak örülünk, illetve egyel több játékosunk lett, ami megint csak egy pozitívum. Viszont az még mindig nem tetszik annyira, hogy itt nagyon sok a védő. És egyetlen egy kapus sincsen. De hát mindegy, majd megoldjuk. Fú gyerekek, én már nem tudom, hogy hány órás lesz ez a videó, vagy hány perces, vagy nem tudom, de sok lesz az egyszer biztos. Horváth Zsoltit azt innen elnyomjuk. És akkor megyünk tovább egy kicsit, ugyanis... Nézzük már meg, hogy a Marquardt mennyi. Kajakra csak 64-es, akkor minek kértek érte 1,6 millió? Kaptok érte mondjuk 400 ezret. Valószínű kevés lesz, de kaptok érte 400 ezret. Frölich nem kell akkor. Horváth Zsolt is se kell sajnos. Botka se kell, Koller se kell. A Gőcét azt még várjuk, hogy a Nagy Gergőt elfogadták-e. Ez ki? Ja, Balog Norbi. Ha mindenféleképpen. Tehát ezt nem utasíthatjuk vissza. Azt viszont nem mondom, hogy mindenféleképpen nagy szerepet fog játszani a csapatban, de akár jó játékos is lehet. Meglátjuk. Na, 600 ezeret viszont elfogadtak itt Nagy Gergőért, aminek én örülök nagyon, ugyanis akkor esetleg egy jobb kapusunk lehet. Viszont akkor valószínűleg Gőce Gergő eltávozik innen. Koman 1,6 millió ér alapból. Ez egy kicsit sok szerintem. Verpec, Poleksics is volt pécsi kapus, de nem játszik. A Novotny Soma az alapból magyar, csak még benne van az a bug a játékban, hogy a külföldi magyarokat valószínű még mindig pollandosnak nézi, tehát lengyelnek. De ezt túl fogjuk szerintem élni. Kik ezek? Nem kell nekem ide ilyen játékos egyáltalán. Porsche kell. A Balog Norbi az még ott maradhat. Esetleg a Marquardt is ott maradhat, de nem maradott. Na, a Nagy Gergő elfogadta, viszont akkor ez azt jelenti, hogy sajnos a Gőce Gergő nem jön a csapathoz. Mert azért 4 évvel fiatalabb és egyel jobb kapust tudtunk vásárolni nála. Ami azért mindenféleképpen egy jó dolog, és akkor a Balog Norbi is érkezik a csapatunkba. Ami megint csak egy eléggé jó dolog. Viszont nem akarok mínuszba menni, mert az nem jó dolog. Na nézzük akkor. Ezt itt elnyomjuk, mert erre nem lesz szükségünk természetesen. Akkor nézzünk egy csapatot, és akkor lassan le is zárjuk szerintem ezt a részt. Ugyanis úgy nagyjából én úgy gondolom, hogy elég volt mára. Mondjuk egy Dvorsák ide. Innen elmegy. És jön ide mondjuk egy Balog Norbi. Állítsuk már berendesen ezt a kis padot, mert ez így szégyen, ahogy kinéz. Na, így már jobb egy kicsit. Még így, az csá. Oké, nem rossz a csapat. Még hogyha Bajzát Peti fellépül, akkor a Rácz helyett mehet kispadra Harsányi,
és akkor még jobb lesz a csapatunk, de ezzel még egy kicsit várni kell sajnos. Várjál. Nem mindig a Máté, azért nem mindig a Máté. Kiket vettünk? A Balog Norbi mindenféleképpen edzen, ugyanis nem lenne rossz, hogyha ő esetleg fejlődne. Mert azért az egy jó dolog lenne. Illetve akkor még egy Mátét cserélünk le. Még hozzá kire? Mondjuk egy Nagy Gergőre és egy Hardra. A reflexei azok azért eléggé ki vannak fullozva a srácnak. Na nézzük. Nézzük, hogy mennyit fejlődtünk, és akkor zárjuk is le nagyjából ezt a részt. Ugyanis már eléggé keményen hosszú lehet valószínűleg. Ez így jó is. És akkor a következő részben elkezdjük a bajnokságot első forduló hazai pályán a Kisvárda ellen. Jó kis meccs lesz. Nem nagyon vagyok képbe itt az erőviszonyokkal. Azt tudom, hogy nagyjából a Gyirmót az, aki úgy rohadtul erős. Na mindegy, majd meglátjuk, úgyis alakul, ahogy alakul. Annyira nem érdekel, az a lényeg, hogy mi följussunk, és ott legyünk az NB1-ben a következő szezonban. Viszont akkor mára ennyi lett volna, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Hogyha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg. Én köszönöm a figyelmet, szevasztok!